Oké, üdvözlök mindenkitől itt a Darksiders 3 végjátszásában. Folytassuk is ott, ahol abbahagytuk. Na, annyit csináltam, hogy én eladtam az összes shardomat, hogy legalább egy healing shardom legyen. An excellent joy, as you wish. Úgyhogy egy healing shardunk van össze-vissza. Ez mi ez a Nephilimi Spite? Ennyi. Tehát ez a boss fight azért közel sem olyan nehéz. De nem használunk healing shardot. Hiszen addig még csak éppen csak egy kicsi élete nem marad. Bár hogy néha ezek nem dobnak egy-egy izét. Apró skácskácskát. Na gyere tessa! Jásszuk le! Istenem, láttatok még egy ekkora marhát? Amúgy is ilyenkor mi van? Szóval, hogy visszalök ide. Csá, rassz! Volt a vége. Nem baj, hogy nem vettük be a healing shardunkat, megmaradt, semmi gond. Tehát 3-at, 4-et tudunk ráütni, és utána várunk a dodge-ra. Aztán ami vagy összejön, vagy nem. Ami egyelőre inkább a vagy nem irányába tart, gyerekek. Igen, mondjuk ez a mentési pont elég gáz innen, hogy... Innen végig futkározni állandóan. Nem adtál semmit, rohadj meg akkor! Mind rohadjatok meg, egy olyan kis hírünk lesznek. Ugyanis gyökerek. Nem ad egyik sem. Gyere, brother! Show me! Show me your shit!
Igen, most megint, de mondjátok már gyerekek, tehát ez valami fogyatékosság nálam, hogy megint kitartóan nyomkodtam a kört. Oly kitartóan dodzsoltam a körrel, és oly kitartóan csodálkoztam, hogy nem dodzsol. Hát a játéktől én így agyfasz fogok kapni, hogyha nem lehet ezt beállítani hamar. De miért nem lehet beállítani amúgy? Miért nincs olyan, hogy én beállítsam bazd meg a izét a... Armor, base armor, faszom. De miért van logdolva? Na látod, ez a szar benne. Amúgy most hova jöttem? Gyereke, retek fejű mocska szállni. Mondjatok, már nekem egy kurva healing potion. Aj, így lett a legjobb, hogy már az elején saját magam megsebeztem. Dodzsoltam, tehát ezt most nem értettem. Mert direkt ütöttem egyet, és abban a pillanatban ő ütött, és abban a pillanatban én dodzsoltam, csak pont arra felett dodzsoltam, amerre ütött. Meg az lényegében az első kettőt megint elbasztam, tehát a feléletemet úgy levettem, mint a sicc. Mert nem tudom megszokni. Nem tudom megszokni, hogy az R1, ez a kurva hárítás, hát azzal minden normális ilyen Souls-like játékban az R1-gel támadék bazd meg. Hát én nem tudom, hogy hol volt a fejlesztőknek az a maradék esze is. De komolyan, hogy hol volt a fejlesztőknek az a maradék esze is. Hogy R1-gel dodzsolsz. Még azért nem tudom mi a szikra, még megbaszta a segjukamat. Gyere! Gyere tesem, Muti, mit tudsz?
Igen, és ez a támadás, micsoda. Tehát ezt a támadást én kidodzsoltam. I don't know. De ez így érdekes lesz. Ez így érdekes lesz ilyen hitboxal. Tehát, hogy ez hogy talált el? Igen. Ki tudja? Gyere, Big Brother! Hát ez is. Hogy talált el? Megint mi történt? Megint elkezdtem. Tehát ez az, hogy én ezt soha nem fogom tudni megcsinálni, gyerekek, én ezt a játékot feladom. Tehát egész egyszerűen egy darabig elkezdem nyomni a dodge gombot, és talán megint a kört nyomom. Hát nekem úgy, én éveket Dark Souls-oztam, tehát én nem is láttam, hogy nem lehet átállítani azt, hogy ez így hülyeség. Ez így hülyeség, alapvetően egy marha nagy hülyeség. Főleg ezzel érted, hogy semmi nincs. Ez ugye nem, majd ezt benyomom, nem tudom micsoda, kipróbáljuk, hogy ez mi a picsa. The Nephilim Refight. Gyere, brother! Meg szeretnélek büntetni? Rostorozzalak meg egy kicsit. Na gyere, testvér! Gyere, testvér, muti, mit tudol? Az életet.
hogy esélyed nincs, de... Akkor dodge-ot össze. Meg azt a... Meg ezt a... Vagy ezek is törtik az életet? We set up war. The others, there are greater forces at work here. Watcher, help. Mistress! Something is wrong with the world. Delicate order is imbalanced. Ó, hát én ezt nem tudtam, ez akkor az a másik képződő, de mint az Atlus flaska, akkor már rég levertem volna, és megint elbasztam egy részt rá. Basz a kurva élet, akkor szerintem ez újra fog töltődni mindig. Step forward. Now I ask of both angel and demon. Do you arrive here of your own free will? The tenants of the Hollowing demand it. I do, Lord of the Hollows. As do I. You have both fought this war since the dawn of time. You are weary. Yet, immortality prevents the ultimate. The Lord of the Hollows alone can bestow upon you this gift, the final release. No longer will your souls be recycled time and time again to fight for heaven and hell. They are now mine. And you are finally free! I know exactly where I am. The stench betrays you. The Hollows is a hell all its own. Indeed. But it is one that I alone rule. What did you do to them? Nothing that they did not wish for. You wear your ignorance on your face.
The true consequences of this so-called war for balance are beyond your comprehension. Perhaps I should follow you. A watcher. This only confirms what I already held to be true. You are just a puppet. The Council is playing you to further their own machinations. Enough! Unlike you, I have not come to this place for personal gain. The seven deadly sins must be eliminated once and for all to protect the balance you mock. I will not be deterred. She speaks the truth, oh Lord. And she is tenacious, to say the least. Your words carry no weight with me. They stink of lies. This is more than a test of battle. A demonstration, Horseman. You are so quick to combat. Your whip ready to crack. True righteousness requires true insight. If this was a test, you have failed. To resist a call to raw impulse is a different type of strength. Spare your wisdom. I know my strength, and when I prove it to the Council, I alone will lead the Horsemen. The Seven will be destroyed, along with their designs for a world far more hideous than the apocalypse we already know. Very well. You will need this. A flame bomb? For what purpose? Even I am aware that there are times when sides must be chosen. Take this weapon, and know that I have chosen Mara. But take heed, Horseman. The universe has so many faces. Your survival depends on what you have learned. You must open your eyes to much more than that which gazes back at you from the mirror. Fine. Can we go now? Not quite yet. There is the matter of Abraxas to discuss. Abraxas. Mát lehet a haja. The demon meddler. If Earth is to remain intact, he must be dealt with. He threatens your balance. His very soul must be brought to me. I see. And you want me to do it? Who better? I'll consider it. No guarantees. Then you and your watcher, be gone! Flame Hollow. Elegy meg kör. Flame Hollow. Persze megint, tehát nyomd meg az elegy meg a kört. És utána meg még a háromszöget is. Valószínű. Ja, hogy ez a Flame Hollow. És ez újra töltődik, mondtam én. The fire. Something changes when I hold it. I can feel its power coursing through my hands.
I feel nothing. Like wading through a pond. Listen to this after. Oda kell tovább menni, de itt mi van? Nézzünk körül. Tehát akkor ez a Nephilis Respite, ez olyan, mint az Etrus Laszka. Ó, ha tudtam volna, akkor nem szopok ennyit ezzel a szarral. Kutya életbe. Nulla szó van. Perhaps an impact of some kind will activate them. De hogy tudok váltani köztük, mert most ugye a Fury-n vagyok. Most még szerintem sehogy. To pay me a visit. I trust the slaying is going well. None of your concern, demon. Your tone betrays you, horseman. You see, I was right after all, yes? You and your kin have been deceived. That's no secret. But by whom? Surely angels are the most likely suspect. Wouldn't you agree after what happened to dear old Rampage? You are not fit to speak his name. No need to unleash your might on me, horseman. Look to those who would benefit from your failure. Your enemies are closer than you think. Take your time. Oak shard, arcane shard, oak shard, undying shard. Ó, Silver, a fadamentin tudunk venni 800-ért. Mi ez az Echo Mask? De hogy újraesszük a Fury pontokat. Ilyen nem van. As you wish. Do make sure they scream, horseman. De még mindig nem értek valamit. Flame Hollow. Csak ez az egy van meg. Barbar School. Mi ez te?
Chains of Scorn. 78 plus 8 damage. Az 70 plusz 7. Egyelőre ez többet sebez. Egy adamantiumunk van. És 475. Mit tudunk eladni? Várjál. Greetings! Take your time! Mit tudunk eladni? Hát healing shardot 125 ér. Mennyi van az Angelic Artifact-ot, nem fogom adni. As you wish. Úgyhogy maradunk ennél a szelkónál. Csak 150. Mindig 550, 625. Még mindig kevés az adamantium, az már mennyi ered az? Az az adamantium. Greetings. Take your time. As you wish. És akkor én még mindig sajnos, vagy nem sajnos. Ez 78 plusz 7-et sem, ez az 70 meg 7-et. Úgyhogy az már plusz 2-es. Tehát ez jobb lesz. Tehát 78 plusz 11, 99. Mindig tanulunk. What would you ask of this humble merchant? Na gyerekek, innen fogjuk folytatni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!